Az Esztergomtól Mária Győdig, az ország északi határától a déli határáig vezető magyar zarándokút az El Caminohoz hasonló működési elvek mentén várja a zarándokokat egy szakrális útra. Az újbudai bevásárlóközpontban most megnyitott kiállítás megpróbál néhány pillanatot bemutatni ebből a különleges útvonalból. A Magyar Zarándokút Egyesület kezdeményezéséről van szó, arról az egyesületről, aki ezt létrehozta, és arról a nyitó zarándoklatról, ami minden évben megvalósul, és ahol az egyesület tagjai Esztergomtól Mária Győdig gyalogolnak. A képek bemutatják azt az útvonalat, ami a Magyarország legészakibbtől a legdélebb pontjáig végigvezet, a településeket, a táji környezetet, és megjelennek maguk az zarándokok is, akik ebben részt vesznek, és a közösségek, akik ezekben a településekben laknak. 2008-ban kigondolták a Magyar Caminót, 2010-ben összehozták az ernyőszervezetet, 2011-ben pedig már el is indultak az első útkeresők az Esztergom és Mária Gyűd közötti 420 kilométeres szakaszon. A Magyar Zarándokút a spanyolországi El Camino mintájára épült ki. Tulajdonképpen 2008-ban fogalmazódott meg a gondolat, hogy Magyarországon is kellene létesíteni egy hasonló zarándokutat. Én abban az évben jártam végig a spanyolországi El Caminót, és már kint Spanyolországban eszembe jutott, hogy Magyarországon is minden feltétel adott ahhoz, hogy egy hasonló útvonal működjön, meg kellene szervezni, és hát egy összefogást kellene teremteni ennek érdekében. A Magyar Zarándokút 2011 tavaszán nyílt meg, akkor tartottuk az első megnyitó zarándoklatot. Az út minden évben tavasszal nyílik meg, és ősszel bezár, ugye téli hónapokban nem üzemel. 2011-es évben 320 darab zarándokút levelet adtunk ki, tehát az az egyetlen adat, amit regisztrál az egyesületünk, hogy ki az, aki kiváltott zarándokútlevelet. Egyébként maga az út az teljesen szabad rendszerben működik, tehát aki zarándokútlevéllel rendelkezik, az az útvonal mentén lévő bármely településről elindulhat, és hát bármeddig gyalogolhat a saját tempójában. Nem kell egy húzamban végigmenni, elég néhány etapot megtenni, vagy néhány napig gyalogolni egyik évben, vagy egyik hónapban, a következő hónapban, vagy következő évben vissza lehet jönni és folytatni lehet. Tehát tavalyi évben 320 darab útlevelet adtunk ki. Ebben az évben június közepén összesítettünk adatokat, akkor 210 útlevél körül tartottunk, tehát ez azt jelenti, hogy a tavalyi adatokhoz képest megduplázódik a zarándok útlevelet kiváltott zarándokok száma. Az úton lévő zarándokok száma meg jóval magasabb, mert akik tavaly kiváltottak útlevelet, ugye nyilván nem mindenki ment végig, hanem nagyon sokan az idén folytatják a tavaly megkezdett utat. A Magyar Zarándokút önkormányzati társulás létrejötte óta igen nagy az érdeklődés a lehetőség iránt. Ma 500 kilométer hosszan igen sokféle település, 31 önkormányzata van benne, budapesti kerülettől Parányi kis településig.